Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Az újjáválasztott képviselőtestület első ízben rendkívüli ülés keretében ült össze. A testület legfontosabb döntésével lehetőséget biztosított a külső városrészek lakói számára, hogy kérésüknek megfelelő mennyiségű buszjárat közlekedjen Lajvér, illetve Kövesd és Bátaszék között. A következő 5 esztendő munkáját soron kívüli testületi üléssel kezdték a frissen megválasztott képviselőtestület tagjai. A legfontosabb döntéssel a város külterületén élők mindennapjait segítették meg a városatyák. A lakossági fórumokon minden esetben téma a helyi közlekedés, hiszen a városrészek lakói csak a rendszeres buszjáratok biztosítása mellett tudnak kényelmesen bejutni a belső területekre. Ezt a kérést hallotta meg a városvezetés. A helyi tömegközlekedés útvonala alapvetően őket célozza meg. Korábban is már működött a járatos közlekedés mind a két település rész irányába, de a lakossági igények figyelembevételével más menetrendet alakítottunk ki. Pontosan a nyári időszakban is közlekedik majd az a járatpár, ami szükséges ahhoz, hogy a kora délutáni órákban is megfelelő körülmények között be tudjanak közlekedni a településre, és el tudják végezni azokat az ügyes bajos dolgaikat, bevásárlás, orvos, gyógyszertár, amely a mindennapi élethez szükséges. Ennek megfelelően a képviselőtestület lezárta azt a pályázati eljárást, melynek köszönhetően 2020. január 1-től a Volán Busz ZRT fogja ellátni a helyi tömegközlekedési feladatokat Bátaszéken 5 éves határozati szerződéssel. A járatpárokban nagy változást ezen kívül nem történt, így a diákok, illetve a Kövesd és Lajvér település részén lakók továbbiakban is zavartalanul tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Kövesd és Lajvér tekintetében az elmúlt 5 évben is minden esztendőben tartottunk helyi lakossági fórumokat annak érdekében, hogy a település részeken élők gondjaival, problémáival napi szinten tudjunk szembesülni. Ezeken a megbeszéléseken vetődött fel többek között a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos módosítási elképzelés, és hát a mindennapi életüket befolyásoló közterület, karbantartások, fejlesztési feladatok is itt kerülnek megtárgyalásra, és az ő igényeik szerint próbáljuk az adott évi költségvetésben ezeket jóváhagyatni. Szó esett az ülésen a klímavédelem kérdéséről is. A városi testület eddig is kiemelten fontos kérdésként kezelte a környezetvédelem ügyét. Különösen az év fájdalmi elnyerése után vált kötelezettségé a természetvédelemről való gondoskodás ügye. Elmúlt időszakban több alkalommal hirtattunk arról, hogy többek között a II. Géza gimnázium épületén is elhelyezünk egy területi operatív programforrás segítségével napelemeket. A program és a projekt zárásaként még egy feladatunk volt, hogy kiválasszuk azt a vállalkozót, aki elkészíti azt a kis tanulmányt, ami bemutatja egyébként egy napelemnek a működését, hogy milyen technológiai elvek mentén alakul át a napfényből villamosenergia, illetve rámutat arra, hogy miért is van szüksége alternatív energia forrásoknak a felhelyezésére többek között közintézményekre, hiszen környezetvédelmi szempontból a széndioxid kibocsátás ezzel is lehet elősegíteni, illetve csökkenteni. Gyakorlatilag egy intézmény van, ami még előttünk áll, hogy ezen a próbatételen átessen, nevezetesen a Bátaszéki Általános Iskola, a Kanizsadörti Általános Iskola. Erre is viszont a város már benyújtotta a megfelelő pályázatot. Bízunk benne, hogy pozitívan kerül elbírálásra, és akkor valóban kimondhatjuk, hogy a város valamennyi közintézményén napelemek biztosítják a villamos energiát. Alapvetően ez a füzeteske az intézmény dolgozóinak és a diákjainak a tájékoztatását szolgálja, de mivel a város elnyert egy másik forrást is, melynek keretében egy klímastratégiát fogunk kidolgozni az elkövetkezendő időszakban, ezen projekt keretében próbáljuk a város lakosságát is minél szélesebb körben tájékoztatni az alternatív energiaforrás lehetőségeiről, mindazokról a helyben megtehető apró kis döntésekről és feladatokról, melyekkel hozzá tudnak járulni majd a klímaváltozás csökkenéséhez. Ebben a stratégiában nekünk föl kell dolgozni, az önkormányzat egyébként milyen programokat vagy fejlesztési feladatokat tud végrehajtani saját maga, illetve a lakosságot hogyan tudja és milyen eszközökkel tudja ösztönözni, hogy ő is saját maga tegyen ezért a dologért.
Két intézmény működtetését is önkormányzati társulási formában oldják meg Bátaszéken. Az óvoda és szociális gondokság is a városon kívül több település igényét is kiszolgálja. A társulási tanácsok a választások után újjá alakultak. Mindkét testületet a jövőben Bozsolik Róbert, a város polgármestere vezeti. Elmondta, Bátaszék térségi szerepvállalása, hogy ellátásban segíti a környező kistelepüléseket. A kistérségi központi szerephez járó kötelezettségként értékelte Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere azt a feladatot, mely két olyan intézmény működésének nehézségeit rója a városra, melynek tevékenysége kihat a környező településen élőkre is. Ilyen a térségi óvoda és a szociális és egészségügyi ellátást biztosító intézmény fenntartása és működtetése. Mindkét esetben a létrejött önkormányzati társulások biztosítják a fenntartáshoz szükséges forrásokat. Bátaszék város gyakorlatilag a várossá válásának időpontjától egy mikrotérségi szerepkört tölt be itt Tolnamegye déli részén, hiszen korábban is hagyománya volt, hogy feladatokat közösen látunk el a környékbeli településekkel, akikkel egy partneri viszony keretében most jelen pillanatban két társulásban dolgozunk együtt. Egyik a városi óvoda fenntartásáról szól. Ugye a városi óvoda feladatkörébe tartozik Alsónyék, Pörbő, illetve Alsónána óvodai feladatának szakmai irányítása is, és a társaságon belül ezen települések önkormányzataival közösen biztosítjuk azokat a forrásokat, ami az intézmény működéséhez szükséges. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy egy magasabb szakmai színvonalon tudjuk ezt a feladatot ellátni az érintett településeken, és a gazdasági szempontból is előnyösebb a települések számára. Ez valóban erősíti a városunk mikrotérségi szerepét. A szociális és egészségügyi társulásban is hasonló helyzet, ott egy kicsit szélesebb körben zajlik az együttműködés, hiszen Sárpilis, Báta, illetve Mórágy település is még része az együttműködésnek. Egy kicsit a gondozási központon keresztül egy kicsit több rétű feladatot látunk el, hiszen a szociális és egészségügyi ellátás feladatai tartoznak ebbe a körbe. Így a családsegítés, a gyermekjóléti feladatellátás mellett a központi házi orvosügyeleti feladatokat, de idős gondozás tekintetében a házi segítségnyújtási feladatokat is ellátjuk. Itt is azt bizonyítják az elmúlt év tapasztalatai, hogy szakmailag jobban lehet szervezni ezeknek a feladatoknak az ellátását, illetve pénzügyi szempontból is kedvező egy ilyen együttműködés a települések között. Alapvetően Bátaszéken 9 óvodai csoportban látjuk el a feladatokat, és minden településen egy-egy óvodai csoport van. A működést úgy határoztuk meg, hogy főszabály szerint mindenki a saját településén veheti igénybe az óvodai szolgáltatást, de ha élethelyzete úgy alakul, és az adott településen még van szabad óvodai férőhely, akkor természetesen őket is be tudjuk fogadni. Bátaszéken vidékről, hát talán 10 óvis, hogyha jön. Alapvetően a működést úgy szervezzük, hogy a saját települést érintő kérdésekben a települési önkormányzatok tesznek javaslatot, a végső döntést a társulási tanács hozza meg, de arra még nem volt példa, hogyha a települési önkormányzat jelzi, hogy adott esetben mondjuk házi segítségnyújtás tekintetében vannak igények, és ennek megfelelően a személyi feltételeket bővíteni kell, akkor a társulási tanács erre nemet mondott volna. Ennek a működésben megvannak természetesen a megfelelő feltételei, tehát az állami támogatáson felüli költségeket, amelyek erre a feladatra esnek, azt természetesen a települési önkormányzatok biztosítják. Lesz bővítés? Úgy tűnik, hogy igen. Alsónán a részéről már vetődött föl elképzelés, illetve gondolat, hogy a házi segítségnyújtásban az igények alapján kéne bővíteni, illetve Bátaszék esetében is az igények figyelembevételével előfordulhat, hogy 2020-tól növelni tudjuk a házi segítségnyújtásban dolgozóknak a számát. Az önkormányzati választásokat követően újjá kellett alakítani mindkét társulást. A résztvevő önkormányzatok vezetői kinyilvánították szándékukat a további együttműködésre, és ezzel az ellátások finanszírozását is lakosságarányosan vállalták.
megválasztottuk a tisztségviselőket, és hát kinyilvánítottuk azt, hogy a további elvek mentén közösen együttműködve kívánjuk ezeket a feladatokat is ellátni. A jövőt tekintve vélhetően a szociális szférában az intézményi dolgozók létszáma növekedni fog, hiszen folyamatosan nő az igény az ellátás formáira. Elsősorban a házi segítségnyújtás szolgáltatása vált keresetté. A térségi feladatokat ellátó két testület döntése értelmében a következő ötesztendőben Bozsolik Róbert vezeti mindkét grémium munkáját. Most rövid reklám következik, majd ellátogatunk az óvodába, ahol a hagyományoknak megfelelően nagyszabású Márton napi ünnepségre került sor. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. A bátaszéki óvoda életében jeles napok az ünnepek, így a Márton nap is. Október közepétől folyamatosan beszélgetnek a Márton legendáról a bátaszéki óviban, hogy a gyerekek megismerkedjenek Szent Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel. A gyerekek lámpásokat készítettek, ezeket kirakadó vásáron a szülők megvásárolhatták. Az összeggel az óvodai csoportok működtetését támogatták. Az óvoda jeles napjai az ünnepek, így a Márton nap is. Régen Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a néphagyomány szerint ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a munkálkodás után a téli pihenő időszak. Óvodánkban különböző jellegű ünnepeket a rá jellemző sajátosságaikkal rendezzük meg, és oly módon szervezzük meg. A mai Mártonnapi felvonulásunk a Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el a családokhoz, a gyerekekhez, az óvodába. A héten a gyerekek tudását bővítettük, készségeiket fejlesztettük, kreativitását is megmozgattuk. A gyerekek maguk készítette lámpásokkal vonulnak fel, és közben Mártonnapi dalokat énekelnek. De hát fontos eleme a felkészülésnek a verstanulás és az ünnephez kötődő kapcsolódó énekek gyakorlása. Szent Márton személyében a gyerekek egy olyan katonával ismerkednek meg, vagy olyan katonát ismernek meg, akire nem az agresszió a jellemző, hanem a jó cselekedet, a jó szívűség, a segítőkészség. Minden évben elmeséljük Szent Márton legendáját, Szent Márton történetét, hogy a ludakkal hogyan találkozott, és igazából a ludak árulták el az ő jelenlétét. És ugye ezeket a történeteket a gyerekek nagyon szívesen eljátszák szabadidőben. Gyakran beszélünk még a kapcsolódó népi mondásokról, hogy például aki Márton napján ludat nem eszik, az egész évben éhezik. Most ezen nagyon jókat szoktak mókázni a gyerekek. Fontos megemlítenem a szülők közreműködését. Nagyon sokat segítenek minden évben is, idén is a szülők. Délután már jöttek az óvodába, segítették a zsíros kenyeret kenni, megfőzték a teát, tehát... Nagyon kellemes, nagyon jó kis összetartó ünnep ez a mai nap. Október közepétől folyamatosan beszélgetnek a Márton legendáról a bátaszéki óviban, hogy a gyerekek megismerkedjenek Szent Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel,
a nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel. Tintával ilyen libatollal rajzoltunk Mártonnapi képeket. Jó ember volt, segített mindenkinek. Még a szegényeknek is. Sok finomság várta a mártonnapi ünnepre érkező szülőket és gyerekeket. Több asztalnál önkéntesként a szülők és nagymamák árultak ingyenségeket a gyerekek nagy örömére. Bevallom őszintén, hogy már hagyománya van annak, hogy mézes kalács libával várjuk a gyerekeket, már előre nagyon várják, hogy megízlelhessék idén is a libákat, és természetesen lampionnal készülünk. A lampion az a négy évszaknak a mindenféle meséiből készült figurákkal van díszítve, és ezeket is nagyon szeretik a gyerekek. De a legnagyobb élmény, hogy közösen együtt leszünk. A lampionokat azt az óvónénik találják ki, és minden évben próbálunk újítani valamit, tehát igen-igen megmozgatjuk a fantáziánkat, hogy lehetőleg minél szerethetőbb lampionokat tudjunk gyártani a gyerekeknek. A gyerekek kedvenc rajzfilm figuráikkal és libákkal díszítették lámpásaikat. A gyerekek által előzetesen készített lámpásokat a mártonnapi ünnepségen meg lehetett vásárolni. A szülők ezzel az összeggel az óvodai csoportok működését támogatták. Mártonnapi felvonulásra lesz, ilyen lampionos felvonulás lesz ma a gyerekeknek, és ilyen kirakodó vásár. Hát igazándiból nekik egy nagyon nagy buli lesz. Mindjárt körbe sétálnak szépen, és akkor majd utána meg lehet enni mindenféle finomságot. A lámpások mellett a palacsinta volt az egyik talán legközkedveltebb finomság a gyerekek körében. Palacsinta! És milyen palacsinta? Mi van benne? Ezt követően a begyújtott lámpásokkal felvonultak a gyerekek, szüleik és az óvoda munkatársainak körében. Itt vagyok! A Vállalkozók Országos Szövetségének megyei szervezetei minden esztendőben a kimagasló teljesítménynyújtókat díjazzák a Prima díjjal. A VOSZ díjai mellett a közönség is szavazhat a jelöltek közül. Az idei közönség díjasa 10 éves Zsikó zenekar lett. Hölgyeim és uraim, az imént felsorolt bemutatott három jelölt közül a közönségtől a legtöbb voksot kapja és kapta. Nagyon-nagyon szoros szavazattal, szavazott különbséggel. Zsikó Zoltán és zenekar. Nem tudom, hogy osztottátok el a feladatot, Zoli, hogy te beszélsz. Köszönjük szépen, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Először is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is Önöket itt a Babis Mihály Kulturális Központban. És a mai napon egy régió zenészmondásnak fogok eleget tenni, amely úgy szól, hogy állj magasra, hogy lássanak. Játsz hangosan, hogy halljanak, és legyél rövid, hogy szeressenek. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszönöm a jövőre 10 éves Zsikó zenekar nevében ezt az elismerést. És az az igazság, hogy óriási megtiszteltetés az, hogy ilyen kiváló jelöltekkel és ilyen kiváló díjazottakkal soroltak minket egy kategóriába. Nekünk a legfontosabb hitvallásunk az, amit ifjú zeneakadémistaként Batta András rektorútól kaptunk a művészetek palotájában, amikor is arra esketett fel minket, hogy minden körülmények között a magyar népzenei, a magyar zenei élet és a magyar kulturális élet felemelkedését szolgáljuk. Én bízom benne, hogy jó úton járunk, és Tolna megye az otthonunk, vigyázzunk rá. Nagy tisztelettel köszönöm szépen a zenekar nevében ezt az elismerést. Zsikó Zoltán 10 éves volt, amikor egy népzenei táborban eltöltött egy hét után úgy döntött, élete a kultúrához és a népzetéhez kötődik majd innentől. Nyert minősítő versenyeket gyerekként, ami még erősítette benne a hitet, hogy eléri a kiválasztott célt. Viszonylag tudatos ember vagyok egyébként, és az én életemben nem voltak ilyen kérdések, ilyen útkeresési nagy kérdések, mert azt mindig tudtam, hogy körülbelül mivel szeretnék foglalkozni. Tehát a népzene, a népi kultúra, meg úgy emblok a kultúra, ez mindig tényleg azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 10 éves koromtól folyamatosan része az életemnek, és
amikor már egyetemista lettem, tulajdonképpen én akkor megfogalmaztam magamnak azt, hogy mindenképpen úgy szeretnék foglalkozni a népzenével, hogy valami szervezett formába, vagy valami intézményesített formába, ami nyilvánvalóan nem tudtam kimondani mondjuk 10x évvel ezelőtt, hogy mondjuk a Babits Mihály Kulturális Központ az, ahol szeretnék dolgozni, de azt ki tudtam mondani, hogy mindenképpen kulturális intézményben szeretnék dolgozni, vagy valami olyan tudományos központban, ami a kultúrával foglalkozik. Az egyetem első évében tisztán emlékszem rá, hogy ugye az egyetemen látszódott, hogy én Székesfehérvárról jöttem a konzervatóriumból, és hát azért Budapesten gyakorlatilag tényleg a Zeneakadémia, a magyar kulturális élet fellegvára, a magyar kulturális élet csúcsa. Tehát oda azok az emberek jutnak be a magyar zenei életből, akik tényleg azt lehet mondani, hogy hát viszonylag komoly színvonalon művelik ezt a tudományágat. És a helyzet az, hogy én tisztán emlékszem arra, hogy az egyetemen a népzene tanszéken látszódtak ezek a csillagok, akik több generációra visszamenőleg híres, elismert szülőktől, nagyon komoly zenész családból, stb. Érkeztek. Ugye én meg alsónyéki gyerekként úgy bekopogtam az egyik terembe, ahol éppen mondjuk a Kispuma barátom, aki egyébként egy legendás családnak a sarja, éppen a Kispuma barátom brácsázott. És oda mentem hozzá, és szia, Zsikó Zoltán vagyok, elnézést, azt szeretném kérdezni, hogy lesz egy lemezfelvétel, lekísérni a brácsán. És akkor Kispuma így rám nézett ilyen kérdően, hogy hát igazából, hát ha nagyon muszáj, akkor igen. Úgy körülbelül innen indultunk. A barátság és az együttműködés oda vezetett, hogy két felszállott a Pávában, és kiemelkedően nyújtott a zenekar, és ma már nem is kérdés tagjai a magyar népzenei elitnek. Nem volt kérdés az, hogy Pestre menjek. Nagyon bíztam abban, hogy majd annak idején engem is fel fognak venni a Zeneakadémiára, és hát tulajdonképpen ez így egyértelmű volt, hogyha én is felkerülök majd Pestre, akkor rendesen, mint zenekari tag részt tudok venni a zenekar életében, és tudok velük együtt dolgozni. Én kicsit félve kerültem be a zenekarba, meg hát azért mindegyik őjük idősebb tőlem, és én azt hittem, hogy hát ők nem is szeretnék, hogy én bekerüljek a zenekarba, meg ők teljesen jól el vannak együtt a fiúk, és akkor jaj, jön még egy lány, akkor mit tudom én, de nagyon később kiderült, hogy nekik is ez egyértelmű volt, hogy amint a tanulmányaim engedik, akkor én is be fogok kerülni a zenekarba. De nem vagyok szép, csak a szemem fekete, nem vagyok én az erdőben remete. Fél kutya, fél igazi pont a pamét, egy fél kutya, fél igazi pont a pamét, egy fél kutya, fél igazi pont a pamét, egy fél kutya, fél igazi pont a pamét. Mindenféle elfogultság nélkül mondhatom azt, hogy a magyar népzenei élet egyik legkiválóbb szereplője. Tehát ilyen szempontból hál' Istennek nálunk nem az a helyzet, hogy azért kell vele együtt muzsikáljak, mert a testvérem is úgy illik, hanem azért muzsikálok vele együtt, mert kiváló muzsikus, kiváló énekes, és ez emeli egyébként a szakmailag is a zenekar fényét, és hát emellett pedig a testvérem, akivel nyilván a kapcsolatom nagyon, nagyon jó, nyilván fontos számomra, és azt szeretném, hogy az élete jól alakuljon. Úgyhogy, meg hát azt gondolom, hogy erősíti is azért ezt a formációt, az, hogy két testvér adott esetben frontvonalban van, hiszen hogyha megnézzük a piacot, akkor azt látjuk, hogy azért egy ilyen testvéri vagy családi kapcsolat, ami jól működik, az arcolati szempontból is nyilván erősíti a helyzetét egy együttesnek, és hát nálunk adott esetben tényleg az, hogy Magyarországon, hogyha megnézzük a férfi énekesek számát, akkor nagyon-nagyon kevés férfi énekes van. De azt mondom, hogy hiába van nagyon sok női énekes, szerintem igazán jó női énekes sincsen túl sok, és én azt gondolom, hogy ebben a zenekarban tényleg találkozik két olyan pillér, ami kicsit ilyen különlegessé teszi a zenekart, és hát természetesen ott van mögöttünk, idézőjelben mögöttünk, azt gondolom, hogy az ország legjobb zenekara. Napi feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy legyenek koncertek, nagyon tudatos munkát kell végezni ahhoz, hogy jól működjön egy zenekarnak a menedzsmentje, tehát nem elég jól muzsikálni, azt el is kell tudni adni. Tehát kell egy nagyon jó menedzser egy minden zenekar élére, és hát nagy fesztiválokra bejutni, nagy helyeken koncertezni, az nyilván ahhoz komoly kapcsolatok kellenek, komoly bizalom kell, és nagyon komoly teljesítmény kell, úgyhogy hát összességében egy nagyon komoly háttérmunka az, ami egyébként egy zenekar tud működtetni. Mindig konkrét ötletekkel
megyünk a próbára, mindig konkrétan kitaláljuk, hogy akkor ez olyan a koncerten, ez és ez lesz. Tehát abszolút ez megvan. A Prima díj egy állomás, amire büszke lehetek én is, és a zenekar is, mondja Zsiko Zoltán. Kívánom, hogy ez így legyen, hogy a zenekar életében is ez egy nagyon komoly állomás legyen, de még azt kívánom, hogy sok ilyen komoly állomás legyen. Ez nyilván egy visszajelzés, ugye jövőre 10 éves az együttes. Ez nyilván visszajelzés egyrészt a zenei életünkre, másrészt pedig arra az életünkre, amit a mindennapokban végzünk, hiszen én ezt mindig elmondom, hogy az én véleményem szerint nem lehet külön választani a művészt az embertől. Tehát én sokszor hallom ezeket a teóriákat, hogy valaki valamilyen ember, aztán fölmegy a színpadra, és aztán pedig csinál valami olyat, ami mindenkinek jó, és mindenkinek szimpatikus. Én meg azt vallom, hogy szerintem az előadó művész az attól izgalmas, hogy azt az emberi mi voltját, meg azt az emberi életét próbálja meg adott esetben még abba az egy órába is bevonni, amit az emberek szeretnek, vagy amilyen ő. És pont ezért gondolom azt, hogy egy picit adott esetben személyekre is lehet ez elismerés, tehát adott esetben a Zsuzsi munkáját, vagy az én munkámat is, meg úgy külön a zenészek munkáját is, ez a közönségdíj, ez megerősíti a személyünket, megerősíti, hogy talán az az út, amin járunk, és az a gondolkodás, ahogy a mindennapjainkat éljük és dolgozunk, nekünk ez egy megerősítés, hogy talán jól végezzük akkor ezt, és hogy jó irányba tartunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!